Sportvilág. Eredmények, közelgő sportesemények és minden más csapataink és sportolóink napjairól. Topolya és környéke sportvilága. Sportvilág. Köszöntöm a kedves nézőket! Mai műsorunkban szó lesz a 2012-es év legjobb sportolóiról, valamint táncról, labdarúgásról, karatéról és kosárlabdáról is hallhatnak. Tartsanak velünk! A Községi Sportszövetségi Igazgató Bizottsági Ülésén megválasztották a 2012-es év legjobb sportolóit. A csapat versenyek legjobb férfi sportolója Lackovics Iván, a Topola Kosárlabda Klub játékosa lett, míg a legjobb női sportoló pedig Jovana Gyurkovics, a Topolcsanka játékosa. A tavalyi év legjobb egyéni sportolói Nenad Vrekic, a Szokó Taekwondo klubból, és Struzsinszki Viktória, asztali teniszező. A klubok közül a Topola és a Topolcsanka kosárlabda klubok bizonyultak a legjobbaknak. A 2012-es év legjobb edzőjének pedig Marinko Stojakovicsot választották, aki a Taekwondo klubban tevékenykedik. A Tangó Táncklub tagjai az elmúlt évben kiemelkedő sikereket értek el számos hazai és külföldi versenyeken. A sikerekről és a táncosok előtt álló versenyekről a klub edzőjét kérdeztük. Február 3-án tartottuk az első nyitóversenyt, és ezt mi szerveztük itt Topolyán. Ez a szerbiai kupa volt, nagyon szép eredmények születtek, hiszen majdnem minden párosunk az első helyen végzett a saját kategóriájában. Pintér Attila, Batinic Bianca, ők első helyen végeztek, Pauli Dávid, Csiprog Aluna úgy szintén. Magasabb kategóriában Híres Áron és Kövesdi Angelika első helyen végzett, Kéri Ádám és Hajnal Regina úgy szintén az első helyen végeztek, úgyhogy mi rögtön úgy kezdtük a versenyt, hogy magas szinten, hiszen a gyerekek elég sokat dolgoztak, januárban volt egy felkészülésünk is. Ez a téli szünetben persze, hiszen iskola idő alatt a gyerekek nem igazán tudnak maximálisan odafigyelni az edzésekre, hiszen tanulni is kell, és számunkra ez nagyon-nagyon fontos. És a téli táborban is nagyon sokat készültek a gyerekek egy hetet, 3-ától egészen 10-ig volt ez az edzőtábor, és most készülünk a további versenyekre. Az elmúlt évben számos versenyen vettetek részt, és igencsak kimagasló eredményeket értetek el. Emellett még a szerbiai válogatottba is bekerült néhány táncos pár a tangóból. Erről beszélj nekünk egy kicsit többet. Hát igen, megvan a szerbiai válogatott keret, ahova mindössze 19 páros vehet részt. Szerbiának körülbelül 220 párosa van. Ezek a legjobb táncos párok. Ezeknek megvan adva az a lehetőség, hogy Szerbiát képviseljék majd különböző versenyeken. Úgy szintén most voltunk lent, volt egy edzés Szergej Miliciával, ő a Bosznia-Hercegovina egyik elnöke. Ő volt itt velünk, és latin-amerikai táncokat táncoltunk, hiszen vannak a válogatottban 10 táncosok, standard és latin táncosok, mi a latin táncokat képviseljük, én is partnerem Juhász Zsófiával. Tegnap volt nálunk éppen Gorán Knezsevics, aki foglalkozott velünk, hiszen ő a szerbiai edzőnk. Ő ma utazott el Oroszországba, és majd ő kedden fog érkezni, szerdán ugyanúgy fog jönni hozzánk, hiszen a hétvégén, a jövő hétvégén, 24-én lesz már egy nagyobb megmérettetésünk, ez a standard országos bajnokság, és akik itten az elsők helyen végeznek, azok fogják képviselni az országot a standard bajnokságon, a világbajnokságon. Tehát ez volt tulajdonképpen egy kiemelkedő része a Tangó Táncklub számára a tavalyi évből. Hány páros jutott be a tangóból a válogatottba? Két páros jutott be, de mivel Tóth Éva az elment most Dubajba, ott dolgozik, így ők levették a listáról a partnerével, így most csak mi maradtunk bent,
Évi úgy látta, hogy most kint táncol, és van neki egy orosz partnere. Éppen most írta, hogy nagyon jól érzi magát, és most készülnek az első fellépésre és az első versenyünkre. Úgyhogy nagyon szurkolunk neki. Itt pedig mi lázasan készülünk, hiszen most már egyre több versenyben megyünk Görögországba, Szolunba, márciusban már indulunk Bukarestbe. A tavalyi év eredményeiről még nem beszéltünk. Hát a tavalyi év, az elmondtuk mindenkinek, hogy minden alkalommal, amikor beszéltünk, hogy nagyon szép eredményt zártunk, hiszen vannak olyan országos bajnokaink, akik a második, harmadik helyen végeztek. Ebben az évben törekszünk arra, hogy az első helyen végezzenek, hiszen ezek olyan gyerekek, akik a fiatalabb kategóriában, szóval, hogy egy évvel fiatalabbak, és az egy évvel idősebbekkel versenyeztek, és így is nagyon jól megállták a helyüket. Ma, és ebben az évben pedig ők lesznek az idősebb generáció, így törekedni fogunk arra, hogy az első helyen végezzenek. Hát az, ami a legszomorúbb dolog az volt, hogy a karácsonyi gálaműsorunkat nem tartottuk meg, a hagyományos karácsonyi gálaműsorunkat, hiszen nagyon-nagyon sokat készültünk versenyre, és annyira le voltak a gyerekek foglalva az edzésekkel, hogy nem készítettünk külön showtáncokat a karácsonyi műsorra, így hogy úgy döntöttünk, hogy itt júniusban majd kicsit rá fogunk feküdni erre a dologra, és akkor júniusban csinálunk egy zárórendezőt, és a karácsonyi gálát azt meg bepotoljuk az idén. A 38. alkalommal szervezték meg Gunarason a kispás labdarúgó tornát, az elmúlt hétvégén játszották a döntő mérkőzéseket. Orcsik Istvánt telefonon kérdeztük az eredményekről. Tegnap fejeződött be a már hagyományos 38. Gunarasi kispás labdarúgó torna, és 4 csapat jutott a fináléba. A Topolya Taxi nevei csapat, valamint a Becsei Bifetea, Gunarasi Fehérszarvas és a Lazarica Karagyorgyevői csapat. A harmadik, negyedik helyért a Fehérszarvas és a Becse csapata vívott nagy harcot, ahol a Fehérszarvas 2 gólos előnnyel megnyerte az összecsapást, így ők végeztek a harmadik helyen, a Bifete a Becse csapat a negyedik lett, a döntőbe pedig a Lazarica és a Topola Taxi, a tavalyi győztes csapat, torna győztes csapat versenyzett. Nagyon jó színvonalú és igazi kispályás labdarúgó torna döntő zajlott, ahol a Lazarica bizonyult 2-1-es végeredménnyel jobbnak, így ők ünnepelhették a Gunarasi kispályás torna győztes csapata. A tornán meglepően nagyon szép szám, azaz nagy létszámú csapat versenyzett, ugyanis 16 csapat nevezte részvétét, úgyhogy mindenikük egyik legtömegesebb, és talán így a szakmai berkekben elmondható az is, hogy legminőségesebb tornája zajlott ezekben a hetekben. A torna magában is egy előkészítő kis kondi gyűjtő kis torna, amiben az Olimpia Foci Klub legalább 2/3 részt vett, de mindenek előtt el kell mondanom, hogy holnap kezdjük hivatalosan az edzéseket, úgyhogy nagy ambícióval és nagy odaadással készülünk az őszi bajnok cím megvédésére. Tudjuk, hogy a Topolya Községi Ligában versenyzünk, és tavaly egy ominózus playoff döntő után ugye a Rogatica Mladoz csapata meglepett bennünket, és így kicsúszott a zsebünkből a finálé, de ezt szeretnénk az idén bepótolni. Tudni kell, hogy az őszi bajnoki cím csapatunk nyerte, 3 pontos előnnyel várjuk a folytatást, a tavaszi folytatást, ami azt jelenti, hogy még mindig ugye nyílt sisakkal harcolunk. A
Folytassuk műsorunkat labdarúgással, a Topolyai Labdarúgó Klub folytatja barátságos mérkőzések sorát. A kék-fehérek vasárnap a Zombori Rádnicki csapatával mérkőztek, és 2-1-re ki is kaptak. A topolyaiak gólját Topcsagics Dámír lőtte. A Kulai Hajduk elleni mérkőzés, amit szerdán játszottak volna, elmarad. Az elmúlt hétvégén a Topolya Karate Klub három versenyen is részt vett. Szombaton Zomborban a nemzetközi tornán három bronzérmet hoztak haza. Ugyanazon a napon a Bácson megtartott tornán a csapat másik fele egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyert el. Vasárnap a Csantavéren megtartott versenyen pedig három arany, hat ezüst és három bronzérem nyertese lett a Topolyai Klub. Első helyezést Nagy Gellér Csaba, Németh Norbert és Ninkov Nenád értek el. A klub egyébként február 8-án tartotta évzáró versenyét, eredményes évet zárt az egyesület. 2012-ben a versenyzők 56 arany, 59 ezüst és 61 bronz érmet szereztek. Pénteken volt megtartva a klubházi bajnoksága, amit minden évben meg szoktunk tartani. Ennek a versenynek az a célja, hogy minden gyermek éremhez juthasson, mert a versenyeken bizony nem lehet mindenkinek éremet szerezni. Tehát ezt úgy szoktuk megszervezni, hogy minden gyermek meg legyen jutalmazva azért az izzadságért, amit belefektetett ebbe a sportba. Azon kívül az érem és diploma mellett mindenkinek biztosítottunk egy kis emléket, a klubnak a jelképét egy kulcstartóban és egy naptárban. Tehát, hogy legyen mindenkinek egy kis emléke az elmúlt évre. Hány tagot számlál jelen pillanatban a klub, mind kicsiket, mind nagyokat? Mi nekünk a legkisebb tagunk, tehát az olyan 5 éves, legidősebb az 50-en felül van, úgyhogy össze-vissza 70-en felül van a klubnak a tagsága. Még szeretnék erről a versenyről elmondani azt is, hogy mennyire jelentős ez a gyerekeknek. A legfiatalabb tagunk, aki 5 éves múlt, az előző nap eltörte a kulcsontját, és úgy gipszbe eljött versenyezni, mert nem akart lemaradni erről a rendezvényről. Nagyon fontos, ugye mind a kicsiknek, mind a nagyoknak tulajdonképpen, talán a kisebbeknek még inkább, hogy valamilyen elismerést szerezenek arra való tekintettel, hogy mennyi munkát fektettek bele, és milyen sűrűséggel is járnak az edzésekre, a hét több napján is el tudnak jönni edzeni. Igen, természetesen 3 nap vannak az edzések, de föl vannak osztva 3 csoportra, úgyhogy csak a legidősebb csoport az jár 3-szor hetente, többiek 2-szer hetente. Milyen kategóriában versenyeznek egyébként a klubtagok? Hát mindenkinek vannak, tehát fiúk, lányok, tehát mind a két versenyszámban. Azon kívül a legfiatalabbtól a legidősebb kategóriában vannak versenyzőink, tehát versenyeznek mind formagyakorlatban, mind küzdelemben, és azon kívül még csapatversenyben is részt vesznek. Tehát sok kategória van, tehát éremhöz jutásról lehet sokféleképp hozzájutni. Ha már az érmekről beszélünk, az elmúlt évben több mint 180 érmet gyűjtöttek be a klub tagjai, különböző hazai és külföldi versenyeken is. Mekkora jelentőséggel bír ez a szám a klub részére? Ez nagyon jelentős, de viszont ha hozzánézzük, hogy tavaly 26 versenyen vettünk részt, ez nem is olyan sok, mert tehát ma, mint már mondtam, fiúk, lányok, csapat, egyéni küzdelem is minden van benne. Ezből a 26 versenyből 6 verseny külföldön volt, a többi itt volt Szerbiában, de abból a szerbiai versenyekből is 6 nemzetközi verseny volt. Külföldön voltunk Magyarországon, ott voltunk Szegeden, Budapesten és Szombathelyen. Aztán voltunk Brassóba, Romániába, mi jó messze volt és nehéz volt. És mindenképpen a világbajnokság, ami Milánóban volt megtartva. Oda a legjobb versenyzők bekerült a szerbiai válogatottba, és ott részt vett a világbajnokságon. Egyéni versenyben mindössze 0-1 pont hiányzott neki, hogy bejusson a döntőbe, úgyhogy így a végén a 9. helyen végzett. A szerbiai csapat, amelynek tagja volt, az még 6. helyet szerezte még a világbajnokságon. A brassói nemzetközi versenyen Holovics Helga első helyet szerzett, Budapesten Ninkov Nenád első lett,
Kovácsevi Tian a második, míg Szombathelyen harmadik helyet szereztek Márko Pavlovics és Holovics Helga. Mi az, ami miatt ön, mint fekete öves, arra buzdítaná a szülőket, hogy válasszák ezt a sportágat? Mi az, amiben ez a sportág segítségére lehet a gyereknek? Hát már az amerikai New York Egyetemén bebizonyították, hogy az úszás után a karate a legjobb sport, mert fejleszti, minden izmot fejleszt. Ezen kívül tehát pszichikailag is főkészíti az embert a nehézségekre, ami az életbe vár. Úgyhogy sok orvos már, ilyen kiskorú gyerekek is már küzdenek ilyen gerincbetegségekkel, és akkor azt már az orvosok küldik hozzánk, hogy járjanak az edzésekre, hogy amennyire bírunk, hogy segítünk nekik ebben ezt kiküszöbölni. Mi az, amit megtanulnak a gyerekek az önfegyelemmel kapcsolatban, hiszen ha már karate, akkor verekedés, és gondolom, hogy ezt a verekedést az iskolai életben is alkalmazzák. Mi nem arra tanítsuk őket, hogy verekedjenek, tehát van két fajta, az egyik az a formagyakorlatok, tehát ott nincsen kontaktus a versenyzők között, a második a verekedés, mondom is, mi küzdelemnek nevezzük, tehát ottan két ellenfél, tehát kesztyűvel, meg mondom védővel, védőeszközökkel próbálják egymást, hogy ki az ügyesebb, de természetesen ütés nélkül. És ez a sport arra neveli az embereket, hogy ne bántsanak senkit, de ha őket bántsák, hogy akkor megvédjék magukat. A tavalyi év összesítettjében klub szerint te vagy, Norbert, a második helyezett, ami az eredményeidet illeti. Hogyan érzed magad, hogy egy ilyen serleget tarthatsz a kezedben? Hát, úgy szuper. Olyan, nagyon jó. Meglepődtél, amikor megmondták? Nagyon. Hány éves vagy? 13. Piros öved van, mennyit kellett ehhez edzeni? Hát, 2 évet. Látom, hogy vannak többen is lányok. Szerettek ide járni? Hát én igen, ők nem tudom. Miért? Hát kiszaladjuk magunkat, meg szeretem ezt a sportot. Láttam, hogy jól megizzasztanak benneteket itt az edzésen. Mindig így van? Hát igen. Milyen versenyeken voltál eddig, és melyikre vagy a legbüszkébb? Hát voltam Topolyán, Orahovósi versenyén, meg így ilyen helyen. Milyen eredményeket értél el? Harmadik, akkor első, második. Főleg formagyakorlatokban gondolom. Igen. Mi az, amiért bátorítanad esetleg az osztálytársaidat, vagy a kortársaidat, hogy jöjjönek el és próbálják ki ezt a sportot? Hát nagyon jó ezt csinálni, a karatét, és minden nap tornázni. A második női kosárlabda liga 12. fordulójában a Topolcsanka felnőtt csapata 80-66 arányban győzött a Kikindai Gimnázia csapata ellen hazai pályán. Ezzel a győzelemmel most a táblázat harmadik helyét osztja a Verseci MT csapatával. A következő fordulóban a Topolcsanka a Kovini csapattal mérkőzik február 20-án a Csáki Lajos Általános Iskola sportcsarnokában. A Pionír csapat 2 győzelmet tudott magának, csütörtökön Verbászon, pénteken pedig Szivácon sikerült az ellenfélen felül kerekedni. Így a vajdasági minőségi liga táblázatán továbbra is a második helyet foglalják el 10 győzelemmel és 1 vereséggel. A múlt héten a Topolcsanka fiatalabb Pionír lányai pedig hazai pályán 20 pontos különbséggel 49-29-re verték a Szent Tamási csapatot. Fontos mérkőzésen sikerült teljesíteni a lányoknak, mivel ezzel a győzelemmel közelebb kerültek ahhoz, hogy részt vehessenek a vajdasági tornán. Számunkra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt ebben a korosztályban, a fiatal a pionírok korosztályban, ugyanis lényegében nagy lépést tettünk abba, hogy megtartjuk a második helyünket a vajdasági minőségi ligában. Ezt a csapatot sikerült vendégként is megvernünk, és most sikerült itt is 20 pontos különbséggel nyernünk.
ugyanolyan pontszámmal voltunk ez a forduló előtt mind a két csapat, és most lépés előnybe kerültünk, és jelen esetben az első helyen álló Mária Végér Akadémia csapata Újvidékről csupán egy győzelemmel rendelkezik többel, mint mi, és valószínűleg, amikor ezt a mérkőzést fogjuk játszani, akkor ez fogja eldönti a csoportban kivégez az első helyen. Amennyiben elsők szeretnénk lenni, abban az esetben hazai pályán több mint 11 ponttal kellene nyernünk ellenük, ugyanis Újvidéken ennyivel kaptunk ki. Ez a mérkőzés most lett volna a hétvégén, azonban ezen a hétvégén szövetségi ellenőrző edzés lesz ebben a korosztályban, eznek a játékosnak a részére, ezért utánpótlás mérkőzés nem szabad játszani, és így ezt a meccset elhoztuk egészen márciusra. Nagyon fontos mérkőzés lesz majd ez a számunkra, és hát, ahogy mondtuk már, az első 2000 csapat jut be majd a vajdasági 4-es döntőre, és hát nem mindegy, hogy melyik helyen végzünk, ugyanis amennyiben az első helyen végeznénk, akkor elkerülnénk a más csoportból az éllovast, és hát a más csoportban már valószínűleg biztos a nagybecskereki Proletér fog végezni az első helyen, és hát szeretnénk őket elkerülni az elődöntőben. Ahogy én láttam, igencsak agresszíven, de kiegyensúlyozottan játszottak a lányok és uralták a pályát. Igen, agresszív védelmet játszunk nem csak ez a csapatunkkal, hanem igyekszünk mindegyik csapatunkkal, így több labdához jutunk, és kontratámadásból akarunk eredményesek lenni. Hát a bírók szinte mindent fújtak, minden kontaktot fújtak, ezért volt nagyon sok személyi hibánk, és hát az ellenfél javarészt szabadobásból tudott ellenünk kosarat dobni. A Szent Tamás csapatnak volt 3 nagyon individuálisan jó képességű játékosa, mind a 3 magasak és gyorsak voltak. Az első 2 negyedben egész pályás védelmet játszottunk. Ez többnyire hasznos volt a számunkra, azonban úgy ítéltük meg, hogy a 3. negyedbe át kell állni félpályás védelemre, és hát végül ez hozta meg nekünk a győzelmet, és hát precízebbek voltunk, habár a vége felé egy meghatározó játékosunk kipontozódott, de mégis magabiztosan tudtunk nyerni, habár elég nehezítottunk hozzá ehhez a győzelemhez hazai pályán. Ahogy észrevettem, elég pontosan dobtak a lányok, amikor helyzethez jutottak. Igen, a más négyben nagyon precízek voltunk, az első 2-ben ugyan nem, és hát tudni illik, hogy ebben a korosztályban nem 4x10 percet játszunk, hanem 4x8 percet, tehát ebben a korosztályban 50-60 pontot dobni, igen jó teljesítmény, ez a korosztály volt, amikor dobott meccsen akár 80-90 pontot is már. Hogyan érzitek magatokat most, így hogy nyertetek? Hát jó érzés, hogy nyertünk, és mindent beladtunk. Nehéz meccs volt? Hát egy kicsit, de győztünk, az a lényeg. Hogyan készített fel benneteket az edző erre a meccsre? Hát sokat készültünk, volt egész pályás védelem és fél pályás védelem. És neked mi volt ebben a szereped? Hol játszottál? Én irányító poszton játszok. Mennyi edzést igényel ahhoz, hogy bekerüljetek a csapatba és hogy játszani tudjatok? Hát hetente 4-szer edzünk és elég keményen. Megterhelő? Nem annyira. Valamelyik edzés kicsit nehezebb, de bírjuk. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műsorunkba. Tartsanak velünk jövő héten, és akkor is aktuális sporteseményekről fogunk beszámolni. A viszontlátásra!